Sziasztok, kicsomizók! Én Kiki vagyok, és már egy rózsaszín dobozzal érkeztem. Már nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mi lehet benne. Nézzük is meg! Vajon mi lehet? Azta! Ezeket a labdákat imádom! De nézzük meg a borítékot! Vajon mi lehet a kérdés? Nézzük meg! Hogyan készülsz egy partira? Ez egyszerű. Először is kell egy jó dekor. Az nagyon fontos, az adja meg a buli hangulatát. A nasikról se feledkezz meg, Kiki. Mennyire igazad van, Mimi? A nasik. Szerintem a legegyszerűbb, ha csinál az ember egy kis muffint, az gyorsan megvan és bárhogy variálhatod. És a zenéről se feledkezz meg. Jó, hogy mondod. Köszi, Csocsó. A zene is fontos. Én mindig csinálok egy buli mixet, az elején mindig lájtosabb zenék vannak, de aztán ahogy sötétedik, már jöhetnek a bulizó zenék. Úgy a legtutibb. Kicsomizók, ti hogy készültök egy bulira? Írjátok meg kommentben! Akkor nézzük, mi lapul a labdák alatt. Én már látok valamit. Azta, én már sejtem! Azta, ezt imádom! De nehéz kivenni, jó nagy! Azta! Ez egy legódoc, felülmúlhatatlan parti készlet! Annyira jó! Imádom! Azta, mennyire színes! 6 éves kortól ajánlott! Már a csomagolását is imádom! Azta! Akár egyszerre 6-an is készülhetünk a partira. Oké. Van benne karkötő, girland és még muffin is. Itt vannak a tartozékok. Mennyi minden. Hát ezzel egy jó ideig el fogunk tudni szórakozni. Azta, látjátok? Egyszerre 6-an rakják. Így egy nagyobb baráti társaság is összeülhet díszíteni. Így. Elég könnyű kibontani. Már meg is van. Azta, mennyi minden. Annyira imádom, hogy külön csomagokba vannak rakva, és sosem keverednek össze az elemek. Még mindig van. Azta. Gondolom ezek lesznek itt a muffinok. És még mindig van egy kis csomag. Ez pedig a használati utasítás. Hogy hogyan kell ezt csinálni. És a matricák, mennyire cuki, állatkás, nagyon-nagyon aranyos. Azta, itt vannak ötletek, hogy milyen girlandokat lehet csinálni. Mennyiféle, mindenkinek a saját stílusára van szabva, bármilyet elkészíthetsz, az a legjobb, hogy mindenkinek különböző lesz, és így lesz nagyon-nagyon színes. Egyszerre 6 féle inspirációt tudsz megcsinálni. Azta! És még elemleszedő is van benne. Ezt is majd meg fogjuk nézni. És így le lehet szedni a muffin tetejét, és bele lehet tenni a dolgokat. Ez nagyon izgalmas. Nézzük meg ezt a füzetet is. Itt valamit le kell vágni, ha jól látom. És a matricákat is. És ilyen elemek is vannak hozzá. Azta, annyira tetszik, hogy mindent leír. És így nem kell sokat gondolkoznom, hogy vajon mit csináljak. Azta, és van egymáshoz passzoló muffin és karkötő. Azta, mennyire jó. Ebben azt is imádom, hogy minden passzol mindenhez. Így nagyon könnyen össze tudom őket válogatni. Nem csak az útmutató szerint, hanem akár saját ötletből is. Így mindent a saját stílusomra szabhatok, és a saját tetszésem szerint alakíthatom ki. Gondolom ezek lesznek a muffin tetejei, és majd ezekre kell rátenni ezeket a dolgokat. Így, ez lesz a közepe. Most pedig kidíszítem. Ezt mondjuk ide, és mondjuk még ezt. De színes lesz. Imádom ezeket a színeket.
És még egy sárga is jön ide. Azta. Imádom a Lego doccos dolgokat, és természetesen a muffint is. Bárhová megyek buliba, mindig készítek, mert nagyon egyszerű. Képzeljétek el, egyszer sütöttem pillecukrosat. Annyira finom volt, nagyon nagy sikert aratott. De most jön az zászlócska a matricával. Már a muffin tetejét ki is díszítettem. És most már csak ez hiányzik. Az egyik felére egy egérkéset tettem, a másik felére pedig egy kutyus kerül. Mennyire cukik! Így. Ez rózsaszín, mivel ez az enyém. Imádom a rózsaszínt. Kb. Mindenem olyan. Oké. És ezek a karkötők. Imádom a doccos karkötőket. Bármikor lehet őket variálni. És mondjuk minden este, amikor kikészítem a ruhámat, akkor épp ahhoz a ruhához díszítem fel. Annyira tetszik. Már nagyon sok félém van, de most úgy látszik, még egy szép karkötőt viselhetek majd minden nap. Ebben úgy gondoltam, hogy legyenek ilyen kékes árnyalatok, de természetesen nem hagyom ki a többit sem, hiszen imádom a színes dolgokat, mindig olyan ruhákban is járok. Tettem rá ilyen sámtartó pöttyöket is, hiszen akkor rá tudom így akasztani őket, és úgy még stílusosabb lesz. Ezt a görkorit választottam, nagyon jól néz ki, imádom, nagyon fényes. Oké, és ezt már rá is tettem. Ide egy másikat, ami pedig egy jégkrém lett. Ez is nagyon-nagyon cuki. Ú, imádom a jégkrémet. Már alig várom, hogy nyár legyen. Mondjuk, nyáron vannak a legjobb bulik, amikor kint lehet lenni a szabadban, vagy esetleg sütögethetünk. Imádok a barátaimmal grillezni. És már kész is van a karkötő. Már a kezemen van. Most már sosem veszem le. Annyira tetszik. Most pedig készítsünk ilyen kis girlandot. Imádom a girlandokat. Nyáron, amikor kint vagyunk esetleg a barátaimmal, vagy a családommal, akkor mindig ilyen színes, világítós girlandok lógnak, és én imádok bennük gyönyörködni. Ez egy ajándékos lesz, hiszen bármikor jöhet egy születésnapi buli, és ahhoz kell az ajándékos girland. Aztán csináljunk még egyet, hiszen annyira jól szórakozom. Ez pedig egy muffin lesz, hiszen mindig sütök muffint. És mindig nagyon ízlik mindenkinek, aminek természetesen nagyon örülök. Ú, nagyon jól néz ki. Én is sütöttem már hasonlót. A következő pedig egy hangjegyes lesz, hiszen elengedhetetlen a jó zene egy buliba. Az határoz meg mindent, hogy milyen a zene. Ez az egyik legfontosabb szerintem. Én mindig csinálok ilyen tök jó playlisteket, ami mindenkinek nagyon tetszik. Oké, ez is megvan. Oh, ezt figyeljétek, és már készen is lettem. Mennyire jól néz ki. Ez lesz az enyém, hiszen ez rózsaszín. És hát tudjátok, én meg a rózsaszín elválaszthatatlanok vagyunk. Ez pedig a hozzáillő karkötő. Egy kicsit különbözik, de ez is gyönyörű. Ez pedig Csocsóé lesz, hiszen sötétkék, és hát tudjátok, imádja Csocsó a kéket. Ú, nagyon-nagyon jól néz ki. Remélem örülni fog neki. És ez pedig a karkötője, hiszen ő sem maradhat ki ebből. Neki tettem rá ilyen bolygót, hiszen imádja őket, és nagyon érdekli ez őt. Remélem fog neki tetszeni ez is. Ez pedig Mimié. Ez is nagyon színes. És ilyen nagyon cuki állatka van rajta. Hiszen Mimi az állatok szerelmese. Imádja őket. És hát a cicákat is. Úgyhogy a cica sem kerülhetett le róla. Nagyon jó lett szerintem. És természetesen karkötőt is kap. Ezen is van egy görkori. Ugyanolyan, mint az enyém. Ezért kicsit passzolunk egymáshoz. Ez pedig egy cica. Annyira cuki. Nagyon jó lett. Remélem tetszeni fog neki.
ez pedig a girland. Szerintem nagyon jól néz ki. Van pöttyös, ami egy kicsit feldobja a sort, és van a három fő. Az ajándék, a muffin és a hangjegy. Szuper lett! Imádtam! Sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy nektek mi a kedvenc parti kelléketek. Sziasztok! Kicsomicsoda! Kicsomicsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsomicsodába!